Eliza lánya, visszatérés Livombrózával, 11. rész. Magyar hangok, Vicián Ottó, Roatis Andrea, Crespo Rodrigo, Kálid Artur, Nemes Takács Kata, Pap Kati, Varga Gábor, Németh Kriszta, Láng Balázs, Koroknai Géza, Bő Manita, Molnár Zsuzsa, Zakariás Éva, Kapácsi Miklós, Tokai Csaba, Kisfalusi Lehel, Galbenisz Tomasz, Lippai László, Dányi Krisztián, Schneider Zoltán, Holló Orsolya, Bolla Róbert, Olá Orsolya, Sági Tímea, Szórádi Erika, Forgács Gábor. Írta Piero Bodrátó. Fényképezte Franco Lecca. Zene Savio Riccardi. Rendezte Stefano Alleva. Lorenzo. Szeretnék most egyedül maradni. Megértem a dühödet, de szeretnék beszélni veled. Nincs semmi mondani valóm. Távozz! Nem hallottad, takarodj! Azt hittem, már nem is kellek. Próbáltad felnyitni a szemem, de én vak voltam. És mégis mindvégig szerettelek. Mindig. Bár egy új élet kezdete lenne ez. Az is lesz. Minden úgy lesz, ahogy te akarod. Megesküszöm. Sajnos mégsem lehet. Loja Martinon fog bosszút állni. Ő fog fizetni szerelmünkért. Grófnő! Mi öröm, hogy itt látom. Féltem, búcsú nélkül mindent magad mögött hagytál. Ha nem látom, mégis jól döntöttél. Azt tettem, ami helyes. Ki vagyunk szolgáltatva Loja kénye kedvének. A zsarolásnak csak úgy szakad vége, ha bizonyítjuk Martino ártatlanságát. Ehhez viszont tudnunk kell, miért tört anyám Anyize életére. Ne gyötörd magad, Andrea. Bármi nyomta is anyád lelkét, magával vitte a sírba. Lassan a testtel. Hogy mondta az imént, grófnő? Bármi hajtotta is Lukréciát, az a sírba szállt. Gasparo is épp ezt mondta, mielőtt távozott. A Marchini titkait vele temettük a sírba. Verd ki a fejedből Gasparót. Kivetkőzött önmagából. Össze-vissza beszélt, szegény ördög. Megtébolyult az igaz, de amit mondott, talán nem bolond beszéd.
Hisz mondtam, Andrea, túl sokat láttam anyát sírja mellett. Egy módon bizonyosodhatunk megfelelőre, hogy igazad van-e. Bízz csak rám. Nem. Nem. Magam teszem meg. Kapitány úr, nem halt meg senki, nem kérek a részvétből. Rivombrószával. Életével fizet az arcátlanságért. Parancsára. Lóra, emberek! Irány a palota! Tüntessetek el mindent, ami a menyegzőre emlékeztet. Nyomát se lássam. Világos? De hát mit? Rajta, lányok. Értette? Honnan tudjam? Ó, szentségeség, alig készült. Igyekezzünk. Téged mi lelt? Mi történt? És a vendégeink? Kin kezdjem a sort. Lesz sok csak. Lója kapitány úton van ide, hogy lefogasson. A hugod minden bizonnyal a Van Necker palotában van, ahová nagy szerelme vitte. Hogyan? Hangozzék bármilyen hihetetlenül, betört a templomba, és magával vitte anyézét. Lója kapitány orra elől, csak úgy, szemrebbenés nélkül. Áldott legyen az úr neve. Martino az ég szerelmére. Szó nélkül magával vitte? Igen. Mindennel és mindenkivel dacolva. Ó, én bolond, hogy el sem mentem. Életem legszebb előadását mulasztottam el. Ha befejezted a szánalmas kutyakomédiát, elárulnád, hogyan szándékozol menekülni lóják karmai közül? Mert feldühödött, magán kívül van. Felőlem azt tesz, amit akar. De Anyéze most végre boldog. A többi nem számít. És asszonyod? Vittória, őszintén sajnálom. Tisztességes harcban helytállok, de nem vonhatom ki magam egy ilyen gazember bosszúja alól. Hát mit szándékszol tenni? Elfogadom sorsomat. Feláldozod magad egy fruska szeszélyeiért. És feláldozol engem is. Nem áldozok fel semmit és senkit. Csak fivérként cselekszem. És férfiként. Ez minden. A magad fajta férfi elborzaszt. Másról sem papoltok, mint becsületről. Kötelességről. És nejed iránti tisztelet. Igazad van. A magam fajta kevés szót ismer. És olykortán félre is érti. De ha ráébred, mit jelent? Semmi sem állhatja útját. Semmi. Bizonyosan ezt akarod tenni? Hagyjuk ezt, elég volt. Hisz azt sem tudjuk, mit keresünk. Jakóponak igaza van. Hagyd abba, Andrea, kérlek.
Andrea. Imádott fiam, kit mindennél jobban szeretek a világon. Mire sorokat olvasod, örökre elvesztettelek. Azonban meg is mentettelek legdrámaibb tévedésedtől, mit valaha is elkövethetsz életedben. Az a lány valóban elbűvölő teremtés. Attól, hogy elvedd Agnes Aristolit. A tiéd lesz, Agnes. Soha, soha nem egyezhetek bele, hogy a Van Neckerek vére keveredjen a hitvány sehunnai családéval. Sosem hazudtam neked, Andrea. Story group. Látom, már el is készült. Ne vesztegessük az időt. Oly kevés hiányzott, hogy elkerülje a nyugtilót. Kevés hiányzott? Sokkal jobban szeretem húgomat, mint amennyire azt ön állítja magáról. Grófné, meg sem csókolja még utoljára urát. Úgy látom, más is lerónál végső kegyeletét. Loja kapitány, haladéktalanul bocsássa szabadon. Igazat mondott. Mikor anyámra lőtt, csak testvérhúgát mentette. Loja kapitány, kész vagyok mellette tanúskodni bármely tárgyaláson. Most, hogy beházasodna a családba, megfeledkezik az igazságról, ami anyjának kijár. Nincs időm otromba tréfáira. E levelet saját kezével anyám írta. Ebben bevallja, hogy Agnes életére tör. Bátran, kapitányom, tépje szét! Tépje 1000 darabra! Vagyunk épp elegen, kik tanúi leszünk. Vagy még sincs mersze hozzá? Zsarolásának itt szakad vége, kapitány. Indulunk.
Ti itt maradtok. Bárki jön, nem tesztek semmit. Csak figyelitek, hogy mit tesznek, hová mennek. Itt vártok, még a kapitánnyal visszatérek. Ő dönti, amit tegyünk. Emberek, nyerekbe! Indulás vissza az erődbe. Yeah. Kapitány úr, engedelmével jelentek? Beszélj. Felfedeztük a karvai fészkét. Az erdőben, közel a faluhoz. Csak a parancsára várunk. Kézre kell kerítenünk! Példásan megbüntetjük, hogy aztán senki se vegye a bátorságot, hogy ellenszegüljön. Figyeljétek a rejtekhelyet. Megvárjuk, míg a banda összegyűlik. És ha úgy lesz, lecsapunk a karvajra. Hagytál ott valakit? Igen, két emberemet. Megparancsoltam, hogy őrködjenek. Ha meglátják a haramiákat, egyikük visszatér az erődbe és értesít. Jól van, Sam. Húgomat a házasságtól, engem a vesztőhelytől mentett meg. Örök hálával tartozom. Csak azt tettem, ami a helyes. Igen, súlyos döntést hozott. Tudnia kell, hogy anyja nem hagyott választást. Őszintén szerettem anyámat, de olykor ez kevés a megbocsátáshoz. Mi másra való hát a szeretet? Ristori gróf, ezennel megkérem öntől a húga kezét. Anyéz Ristori grófnő kezét. Egyszer kis ilyen egybekeltek. És én meggátoltam, mert a vakgyűlölet fűtött családja ellen. Bocsásson meg. Vétek lenne gátat szabni egy éj szerelemnek. Áldásomat adom, és kívánom, legyenek végre boldogok. Köszönöm. Vittoria. Andrea és Agnese egybe kelnek. Gratulálok, Agnese. Marki. Most, ha megbocsátanak. Elnézést. Vittoria! Martino, nagyon kérlek, szörnyen kimerültem. Csak ez a baj? Csak ez. Vagy meg lehet az is, hogy nem óhajtok újabb menyegzőt rendezni. Ezúttal húgodra hagyom. Na persze, semmire kellő koldusok bája lesz. Szívünkön viseljük embereink sorsát. Így volt ez mindig Rivombrózában. Én pedig tudom, mi való és mi nem. A húgod viselkedése pedig nem illendő. Martino, szörnyen fáradt vagyok, igazán. Látom. Hát miért nem vonulsz vissza? Hisz épp arra készülök. Bejöhetek? Igen. Nem hagyhatlak itt búcsú nélkül. Hiszen már elbúcsúztunk. Igaz, de csak szavakkal. Úgy osansz be hálomba, akár egy haramia. Elvégre utonálló volnék. Megyek. Thank you.
Édes Emília, veled tudatom elsőként. Drága Martinunk áldásával, Andrea és én egybekelünk, amint csak lehet. Annyi hányattatás után, szívem csordultig van boldogsággal. Szabad? Nem kértelek, hogy ne lépj szobámba, amikor dolgozom. Nem akartalak zavarni, csak néhány szál virágot hoztam. És egy örömhírről számolnék be. Andrea van Necker és Agnese végre egybekelnek. Sok boldogságot! A művel jól haladsz, nem igaz? Emilia, hogy lehetsz ilyen vak? Hát nem érted, modell hiány, egy helyben toporgok. Úgy kérlek, tégy egy szívességet, ha egyéb témád nem akad. Károgj, csak tőle minél távolabb. És most menj innen. Hagyj engem békén. Többé nem hallgatunk rád. Túlon túl nagy a kockázat. És mégis mit nyerünk? Eme időkben az is hasznos, ha apró zavart keltünk a sorainkban. A hevenyész portyák nem vezetnek sehova. Jól megtervezett cél kell kitűznünk magunk elé. Életi, most én vagyok a karvaj. Meg kell bíznod bennem. Sajnálom, Cesare. Azt hiszem, rossz úton jársz. Ne! Várj! Bianca és Giannina várnak, sok a munka! Andrea van nekem, új reményt adott nekem. A forradalom vívmányai, amiben én még hiszek. Szabadság, igazság, nem zsarnokság. Torina, nem tudlak elfeledni. Kívánlak, minden pillanatban. Azt nem. Kérlek. Én... Ígérem, elmegyünk innen. Magammal viszlek Franciaországba. Elveszlek, melletted akarok ébredni. Látni akarom, hogy nevetsz. Fiúkat akarok. Úgy szeretlek, mint még soha senkit. Thank you.
csinálni. Mostantól egy pisztenés se, he? Indíts! Na, lódulj már! Felkelni. Azt mondtam, felkelni! Végre kiderül, ki vagy. Aljas karvaj. Ébresztő! Kifelé, rutya népség! Kifelé! Jöjjetek és nézzétek! Védem én! Nézzétek, rühes kutyák! Kifelé! Hajtsátok ki az összes mérget! Ide mind! Mocskos disznók, ezt nézzétek! Ébresztő! Kifelé! Mindenki ki a házból! Gyerünk, mindenki! Megközelít csuhás! Íme minden szenvedésedek okozója! Ha ez az állarc mögé búvó söpredék nem lenne, életünk egymás mellett fájdalom és szenvedésmentesen telt volna. Cesare! Maradj veszte, könyörgök! Ácsolhatjátok a pitófát. Bemutatom a hírhet karvajt. Egy éjjel és egy nappalon át köttessék ki étlen szomjan. És holnap, új napra ébredve, végrehajtom az ítéletet. Mit álltok itt? Nem hallottátok? Ácsoljátok a bitófát! Kedveseim, Radikáti Márkinő meglátogatott minket. Asszonyom. Kosztánca. Már is intézkedem, és hozatok frissítőt. Remélhetem, hogy itt marad ebédre? Nem maradok soká, de köszönöm. Fülembe jutott, hogy nem kívánja folytatni a portrét. Kíváncsi volnék az okára. Talán történt valami? Asszonyom, Kosztánca immár a jegyesem. Elfoglaltságai így megszaporodtak. Így van, szerelmem. Sajnálom, Emília. No csak, mire a komorság? Így fiatal társaságban szokatlan e melankólia. Miért egy ászos ábrázat az ég szerelmére? Kosztánca épp azt ecsetelte, miért vetett véget az üléseknek. Kérem, folytassa. Ó, Ege, ki tudhatja, mi zajlik a lányom fejében? Egy nagy művész kívánja megfesteni a portréját, és ő szeszélyeskedik. Oly nehéz ez nekem. Én. Ti fiatalok másra sem gondoltok. Nem látod, mi fontos ez a vendégünknek? Nincs több makrancoskodás. Ülni fogsz a mesternek, értetted? Rendben, engedek kérésének, hogy önnek örömet szerezzek, anyám. De Alessandrót sem hagyhatom cserben. És minthogy immár jegyesek vagyunk, azt akarom, hogy ő is jelen legyen. Ha a grófnak nincs jobb dolga, mint melletted elütni az idejét, ám legyen. Csodás. Kérlek, lányom, folytasd a játékot. Rivambróza ki van éhezve egy igazi ünnepre. És Éme meg is kapja. Andrea is egyetért, nem igaz? Hogy ne ányéz, hisz erre vágytál. Bocsánat, gróf úr, de fontos dolog történt. Mi az, beszélj. A karvajt kézre kerítették, Cesare Balbiano az. Balbiano?
Nem, az nem lehet. Loja felfedezte a banda búvóhelyét. A karvajt elkapta és megsebesítette. Holnap reggel a falu főterén föllógatják. Fellógatják? Mélyen lesújt a hír, sajnálom Cezárét. Attól félek, hogy pusztán tárgyalással itt már nem segíthetünk. Ha a rejtek helyen fogták el... Igen, tudom, uram. Csupán szólni kívántam. Köszönöm, Primo, elmehetsz. Nehezemre esik elhinni, hogy a karvaj így egyszerű ember. Valpiano. Ez nem lehet. Nem, itt nem Maria. Nincs igazság. Cesare! 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 Ettore! Cesare! Ettore! Cesare! Nem! Ne, Ettore. Ne! Ne tovább! Még egy lépés és véget! Menj haza a családodhoz! Ne! Ne! Hagyjátok őt! Ti gyere innen! Menjünk! Nem! Cesare! Gyere! Cesare! Ne, Ettore. Ne tedd! Cesare! Loja és az emberei elfogták Cesarét. Cesare? De miért? Mi a bűne? Hát nem mondta. Szívszerelmed, nem mondta, hogy elkapták a karvajt? Nem lepne meg, ha épp ő akasztaná nyakába a hurkot. Hát nem látod, ezek a franciák mindegyformák. Nem mindegyformák. Corsini rendes ember. Gondolsz, amit akarsz. Mindig is iszékeny voltál. Csak ezzel a két beteggel, vagy a többi? Mindegy, fiam, mindegy. Ajnak is. Szépen sorban. Mit évők legyünk most? Hány katona van a faluban? Te mérnek, felfegyverezve. Hallgass most rám, gyere. A karvajt elfogták. Ma reggel. Loja kiköttette. Holnap hajnalban kivégzik. Végre valahára nyugalom lesz Rivombrózában. Egy aljas útonállóval kevesebb garázdálkodik az utakon. Cesare Barbiano az. Derékember. Ha így végezte, az az én felelősségem is. Maguk maradtak a franciák ellen. De velünk ellentétben. Ők még nem adták fel. A kétségbeesés őrültséget szül. Hisz rabolt. Ha ez nem bűn, akkor mi? Hova tűntek nemesi erényeink, tartásunk? Na persze. Gazdagoktól lopni szegényeknek. Az nem bűn. Nem akarsz megérteni. Volt bátorságuk cselekedni. Ma utolérte végzete. Az egyik nyer, a másik veszít. Így van ez. Így. Ez a természet törvénye. Hát már mindig aggódnom kell, érted? Ígérem, nyugodt életünk lesz. De nem hagyhatom, hogy Cesare helyettem fizesse. Hogy ő fizessen a karvaj tetteiért. Annyira félek. Ígérd meg, hogy nem aggódsz. Hogy ígérhetnék neked ilyesmit? Ugye ide vezet az első utad. Esküdj meg. Bocsásson meg, gróf. Engedelmével dolgomra sietnék, ha megbocsát. Mi aggaszt, kis húgom? Cesareért aggódom.
Engem is lesújt. De tudta, kivel áll szemben. Balul sült el. Talán nem is végződhetett volna másként. Ányéze, nem titkolsz valamit? Olyan sápadt vagy. Ígérd meg, hogy eztán mindig igazat mondunk egymásnak. Máskülönben nem segíthetek neked. Claudio, drága szerelmem, 3 hónapja nem válaszolsz leveleimre. Szörnyű kétségek gyötörnek. Biztosra vesztem, mikor e levelet olvasod. Új erőre kapsz a hír hallatán. Fontos eseményt kell megosztanom veled. Úgy hiszem, igen közel járok. Hamarosan megszerzem a pénzt, amire szükségünk van. Megesküszöm, nincs messze a nap, mikor újra karjaimba zárlak. Örökké a tiéd, Katerina. Sajnálom, Rótné, a kapitány úr nincs az erődben. Igazán, lóvá akar tenni katona. Ristori grófné ismét a körünkben. Bocsásd be! Meghagytam, hogy ne engedjenek be. Könnyen ráunok a szépségre. A hasztalan. Gratulálni akartam a karvaj elfogásához. Pályád eztán bizonyosan felfelé ível. Hízelkedni jöttél? Karrierem gyümölcséből neked nem jut. Biztos megérdemlem, hogy így bánsz velem. De te is rászolgáltál egy leckére. Komoly oka van, jöttömnek. Hát úgy, mi volna? Egy bizonyos asszony pénzt követel tőlem. Azzal fenyeget, mindent elmond rólunk uramnak. A jelek szerint ismer. Mint hogy azzal a keszkenővel toppant be házamba, amit itt felejtettem. Katerina. Igen. Csak ő lehet. Nekem hercegnőként mutatkozott be. De azt sejtem füllentett. Jól sejted. Azt állítja, dúsgazdag vagy. Bármit állított is vagy, eztán mond rólam. Szavai épp oly hitelesek, mint hercegi címe. Akkor hát mit tegyek vele? Nyilván magad is boldogulsz. Van más mondandód? A templomban alkalmatlan volt. De azóta sem méltattál egy pillantásra sem. Megmondtam, Ányéze nélkül hasztalan vagy. Minek szerető, ha feleségem nincs? Biztos nem lehetek hasznodra. Ristori éjjel már fel sem keres hálomban. Talán jobb is ez így. Hasznomra csak ebben lehetsz. Semmi másban. Ostoba katona. Mit hittél, ez nem kölcsönös? Cesare! Dorina! Gyere el onnan! Gyere már! Már nincs mit tenni. A rejtekén fogták el. A karvajál arcában. Ez vitathatatlan. A törvény kivégzést ír elő. Miféle törvény? A franciák magasztos törvénye. Kivégezni egy nyomorult parasztot. Megkötve őrizni, mint egy kutyát. Jól tettem, hogy nem hittem szerelmednek. Te is csak egy francia katona vagy, egy olyan gazember bérence, mint Loya. Egyet akartok megfojtani népünket. Nem. Én jobb világot akarok. Igazságosat. Épp úgy, ahogy te is. Primónak igaza volt. Nem jöhet el egy jobb világ, amíg vannak oly hazug emberek, mint te. Dorina.
Ahhoz idő kell. Én meg azt hittem, csak bátorság. Hadnagy úr. Férjem áldását adta Anyéze és Vannecker Frigyére. Hamarosan végleg elveszíti a grófnő kezét. Hamarosan a Márki nem jelent többé gondot. Most takarodj. Többé ne lássalak. Katona! Küldje be Szavál őrmestert! Parancs, kapitány úr! Andrea Vannecker. Igen, uram. Ne is lásson többé. Ahogy óhajtja, uram. Soha többé. Parancsára, kapitány. Nem akarok hozzá menni. A te asszonyod leszek. Ütött az óra. Nem. Még nem. De nem soká. Elönti a vér a pofádat, és nyakadon lesz a kötél. Ne heveskedj. Ne foszd meg a népet a látványosságtól. Jó így, hűs Karvaj. Hát a nagy nap! Jó reggelt, Karvaj! Jól telt az éjszaka. Ég a szemed, nem igaz? Ezért megfizetsz, francia kutya. Engem megölhetsz, de gondjaid nem szűnnek. Nézz inkább körül. Itt vannak mind a tiéd. Meghalsz, hogy ők okuljanak belőle. Figyelem, emberek! Nem sejtitek, mi fájdalmas kivégeznem-e férfit. E szegény paraszt egy közületek. Mindjájatoknak szembe kell néznie a halálával. A tragédia nyomán. Remélem, egy boldog, békés kor kezdődik a faluban. Gyümölcsöző együttműködés. Erőszakkal semmire sem juttok. Csak a bitófára. Tedd fel ezt.
nem végződhet így. Ez nem lehet. Megállj, csúvás! Azt mondtam, állj meg! Menj, rebegd el imádott. Megállj, senki sem mozdul, fegyvert letenni! Parancsolt, hogy vágja le! Add ki a parancsot, vagy véget! Na mi lesz? Vágd le! Ne vágni! Vágd már le! Gyere, Cesare! Gyere le! Mozog már! Még egy lépés, és levágom, mint egy csirkét! Bravo, kapitányom! Ti, gyerünk! A karvaj sosem hagyná, hogy ti fizessetek helyette! A karvaj segítségetekre született, nem azért, hogy ártson! Takarodj innen! El az útból vagy, leölöm! Le a fegyverrel! Mindenki tegye le a fegyvert! Szóval! Nyugalom, emberek! Senki sem mozdul! Puskát lábhoz! Senki sem lő! Senki nem tesz semmit! Szállj fel, kutya! Indíts rajta! Gyerünk! Utáluk, emberek! Senki sem lő! Gyerünk! Utáluk! Gyerünk! Mindenki utána! Mi lesz már? Utáluk! Mozgás! Igen, így kellett. Gyere! És most, ha megbocsát, ideje távoznom. Az utánuk nyomás! Ja, ja, ja! Vigyekezz! Félek, mert túl késő. Hogy van? Már jól. Megmentetted az életet. Őrültség volt, mindenkit veszélybe sodortál. Tudom. Tomás, vigyük. Tudok egy helyet, ahol pár napig megbújhatsz. Siessünk vele. Nem, te a palotába mész. Követlek még alkony előtt, indulj. Rendben. Egyáltalán fel tudsz még ülni a lóra? Én nem Úri Hinton jöttem ide. Ti is tűnjetek el! Hogy vagy, barátom? Lázban ég a tested. Bátorság, Cesare!
Még hírek, André. Induljunk. Segítek. Menni fog? Igen. Menjünk. Nyisd ki! Zabály. Egyél csak, szükséged lesz az erődre. Ha felerősödtél, megmondom, mit tehetsz Franciaországért. Cserébe a szabadságot kapod. És mellé néhány frankot. Zárd be! Drága Anyéze, az én szívemet is eltölti boldogságod. Álmod most végre valóra válhat. Fulvióval forró öleléseinket küldjük, s kívánjuk, legyetek nagyon boldogok együtt. Többé ne állhasson semmi végtelen szerelmetek útjába. Halljam hát. A karvaj. Kiszabadított a Cezárét, és megszöktek. Ha tudnád, hogy féltem. Ahogy a mindannyian. Hol van most? Magyar szöveg Schulz Ádám, szerkesztő Csandavéri Júlia, hangmérnök és vágó Pap Zoltán István, gyártásvezető Czobor Éva, szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A szinkront a Magyar Televízió megbízásából a Mahír Szinkron Kft. Készítette.